nemrégen felmentem a közösségi oldalamra, és ott meglepődve láttam, hogy rengeteg hirdetés van, hogy eladó lakás, illetve lakást keresnek. Annak tudható be, ha jól látom, hogy a kormány meghirdette a csók rövidítésű programot, ahol nagyon-nagyon sok pénzt kaphatnak azok, akik most lakást vásárolnak, vagy építenek, vagy valamit csinálnak. Erről szeretnénk egy kicsit többet megtudni, illetve arról, hogy ennek a finanszírozása a bankok részéről hogyan történik. Annyit hagyd mondjak el, mert ez itt most nem a reklám helye, de Zircen megkerestük mind a négy pénzintézetet. Ebből egy helyről telefonáltak, hogy ők nem nyilatkoznak, a másik két helyen szóra sem méltattak bennünket, úgyhogy azért vagyunk itt, mert ön hajlandó nyilatkozni nekünk. Akkor beszéljünk egy kicsit erről a csókról, egyáltalán mi ez, mennyi pénzről van szó. A napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Én azt gondolom, hogy ennek a piacnak a felpecsülésnek a hatását az váltotta ki, hogy 2015 évben, július 1-től megjelent az új rendelet a családok otthonteremtési támogatásáról, és ugye emlékeznek rá, hogy nem olyan régen 2005-ben még erre került rá egy frissítés, tehát 2016. február 11-től további könnyítések kerültek a rendszerbe. Nagyon fontos, hogy megfogalmazzuk azt és tisztálássuk, hogy mi ennek a hitelnek a célja, mi lett a hitelnek a célja. Nagyon egyszerű a képlet, ennek lehet a célja egy új lakás vásárlása, egy új lakásház építése, használt lakás vásárlása, illetve lakásnak a bővítése. Erre tudják igénybe venni a kedves ügyfelek a csokot. Milyen összegekről van szó, és hogyan lehet hozzájutni? Milyen feltételek vannak arról egy picit részletesebben? Az összegek nagyon leegyszerűsödtek. Korábban ez egy picit bonyolultan volt megfogalmazva, és sok érdeklődő számára nem volt átlátható, de most nagyon egyszerűen arról beszélgetünk, hogy gyermekszámot kell néznünk, illetve azt kell megvizsgálnunk, hogy új vagy használt lakásra van-e szó. Nem mutatásod az összegeket, elmondanám így felsorolás szinten, jó, hogy tehát egy gyermeknél új lakás vásárlásnál ez 600 000 forint, kettő gyermeknél maradna az új lakás kategóriánál 2 millió 600 000 forint, három gyermekszámnál pedig felkuszik a 10 millió forintra, amit a sajtóban is, Facebookon is, különböző helyeken a kedves ügyfelek is látnak. Használt lakásnál az összegek úgy néznek ki, hogy egy gyermeknél 600 000 forint, kettő gyermeknél 1 millió 430 000 forint, háromnál 2 millió 2, és négy vagy több gyermeknél pedig 2 millió 750 ezer forinton az összeg. Tehát akkor nem csak új lakást lehet vásárolni ebből, hanem használt lakást is lehet vásárolni. Ez az állami támogatás, és van valamilyen hitel is, ugye? Valami kedvezményes hitel? Igen, van. Mert a hitekre rátérnénk, azért szeretnék beszélni egy picit a négyzetméterekről is, mert az is fontos tudnunk, hogy vannak bizonyos minimális előírások. Korábban is egy kicsit bonyolultabbnak tűnt, de február 11-től a rendelet rendbe tette ezt is. Tehát arra kell figyelnünk, hogy amennyiben lakást vásárolunk, akkor egy gyermeknél egy 40 négyzetméterre számoljunk, kettőnél 50, háromnál pedig 60 négyzetméterrel kell minimálisan számolnunk. Ha házban... Gyerekenként, ugye? Nem, összességében. Tehát akkor úgy mondom, hogy egy három gyermekes család esetében, hogyha lakást vásárol, a minimális lakás négyzetméternek a 60 négyzetmétert el kell érnie. Ha házról beszélgetünk, akkor megyünk fölfel a létrán, ami azt jelenti, hogy egy gyermeknél 70, kettőnél 80, háromnál pedig 90 négyzetméterről tudunk beszélni, és ez összesítve értendő, tehát megint a példánknál maradva, egy három gyermekes családnak minimálisan egy 90 négyzetméteres házat tud építeni, vásárolni. És visszatérve az ön alapkérdése, nem megkülve a témát, azt kell, hogy mondjam, hogy valóban kiegészül a csók kedvezményes hitel lehetőségével, és itt nem csak a nagycsaládosokra gondolunk, hanem gondolhatunk az egy-két gyermekesekre is. Ugyanis az a jó hírem, hogy aki nem felel meg ennek a csók 10 plusz 10-nek, mi, mint B3 takarék, saját hitelkonstrukciókkal tudjuk segíteni az ő lakás vásárlását, lakás cseréjét, lakás építését. A 10 millió forintos összeg három gyermekes, vagy legalább három gyereket vállaló családok esetében él. Ilyenkor nagy könnyebbség az, hogy ha nem rendelkezünk a három gyermekkel, de azt úgymond bevállaljuk ezt a három gyermeket, akkor lehetőségünk van arra, hogy felvegyük ezt a plusz 10 millió forintos, nagyon kedvező kamatozású hitelt. A futamidő erre
a válási futamidő, egy kicsit viccesen szólva, egy gyermeknél ugye 4 évet ad rá a jogszabály, 2-nél 8 évet biztosít rá, míg 3-nál 10 éve van lehetősége a párnak, hogy a 3. gyermeket is teljesítse. 2 fontos paraméter a hitelnek, illetve 3, egyik azon maga az összege, ez majd elhangzott, hogy 10 millió forintig tudunk elmenni ebbe az összegbe. A futamidő, ugye ami 25 év is lehet akár, és nagyon fontos információ még a kamat, ez pedig akár 25 éven keresztül fix 3%-ot jelent az ügyfelek számára. Én most már közel 60 éves leszek, nem sokára, egy pár év múlva, ha bevállalok 3 gyereket, akkor én is kapok ilyen kölcsönt. Nagyon jó a kérdés. Házaspárokat kell vizsgálnunk, tehát fontos, hogy ők házasak legyenek, és azt vizsgáljuk, hogy az egyik tagja ennek a házaspárnak 40 év alatti vagy sem bevallásnál. Tehát ha gyermeket vállalnak, és egyik fele a párnak a 40 év alatti, akkor igen, jogosultak erre a kölcsönre, illetve ha meglévő 3 gyermeke vagy több gyermeke van önnek, akkor jogosult erre a kölcsönre, hitelre. Ön az előbb, mint azt említette volna, hogy felújításra és átalakításra is lehet felvenni. Ennek vannak valami paraméterei? Igen, maga a csókot bővítése tudják az ügyfelek igénybe venni, tehát amikor bővítik az ingatlant. Felújítása, ez a konstrukció nem vehető igénybe, viszont itt említettem arra, hogy a bankoknál vannak hasonló kedvező kamatozású hitelek, és ilyenkor az ügyfeleknek a B3 takaréknak a saját forrás hitelével tudunk segíteni. A bővebb információt valamennyi fiókunkban a kollégák az ügyféltérben meg tudnak adni az ügyfelek számára. Már kétszer is elhangzott az ön szájából az, hogy kedvező hitelt tudnak adni. Ez mit jelent százalékban? A hitelkamat ügyfél minősítés kérdése, tehát egyedileg határozott meg ezeket a kamatokat. Mégis azt mondom, hogy ettől az államnak támogatott kamattól, ettől a 3%-tól minimális eltéréssel tudjuk nyújtani az ügyfeleknek a felújítási, vásárlási, bővítési kölcsönt, amiben abban gondolkodnak, hogy a bankunktól veszik fel ezt a hitelt, és nem jogosultak a csók támogatásra, vagy a csók hitelre. Egyedileg ez, bocsánat, de ez egy kicsit nem bankos kifejezésnek tűnik nekem, tehát én egy nagyon szimpatikus úriember vagyok, tehát én biztos nagyon alacsony kamatra kapnám meg ezt a pénzt, vagy mi alapján ítélik ezt meg? Ugye a bankok ügyfélminősítést végeznek, ez az ügyfélnek a különböző paraméter alapján történik, aki már vett fel korábban hitelt, az pontosan tudja, hogy amikor egy hitelfelvétel történik, akkor egy picit faggatozunk az ügyfeleknél, kikérdezzük az ő paraméter adataikat, és ennek megfelelően aztán a rendszer meg fog határozni a minősítés. Mégis a kérdés meg nem kerül, amit ön tőlem kérdezett. Én azt mondom, hogy ugye van ez a bizonyos akár már milyen kamattól, nálunk ez a kamat, ez 3,75, tehát hogyha valaki nem jogosult erre a 3%-os roppant kedvező kamatozási hitelre, akkor már 3,75%-tól jogosult a mi saját forrású hitelünkre. A befejezésül egyetlen egy dolgot kérek öntől, tegye a szívére a kezét, mert és úgy vallja meg nekünk, hogy az aprós betűs részekben mi az, amire oda kell figyelni, mert ugye mindig ott szokott eldugva lenni az ördög. Igen, én azt gondolom, hogy ez az interjú most az apró betűs azért tud kitérni, mert ezek ugye mindenkinek a saját egyéni sorsától, helyzetétől függenek. Ezeket a fiókokban tudjuk megbeszélni, tehát kollégáink valamennyi fiókunkban, most már büszkén mondhatom, hogy a B3-nak 123 fiókja van a Közép-Magyarország régióban, ott állnak a szakértő kollégáink, ahogy eddig is ott álltak, és ahogy mondottam, egy pici kérdezgetést követően, és ügyféligényfelmérést követően, egészen pontosan minden apró betűs részt megmondva, átbeszélve fogják az ügyfeleket tájékoztatni, hogy jogosultak-e, és milyen mélybű csokra, illetve hitejogosult a kedves ügyfél nálunk. Egy dolog még eszembe jutott, irigykedve láttam, hogy például Várpalotán, illetve más településen a csókról egy roadshow-t szervez az önök bankja. Zircen nem lesz ilyen? Igen, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az ügyfeleknél ott legyünk a helyszínen, tehát ne csak a televízió és a Facebook oldalain keresztül lépjünk velük kapcsolatba, azon, hogy ez is roppant fontos, de a hitelgénéskor ott kell legyünk náluk. Ezért elhatározta a B3, hogy a településeken roadshow-t tart. Most a Facebookunkon éppen a várpalotai roadshow-nkat látják a kedves ügyfelek, ez március 10-én délután kerül sor ennek a lebonyolítására, ahol szeretettel várjuk a zírcieket, illetve a környébeli települések lakóit is. Zircen is lesz ilyen roadshow, a pontos időpontot a Facebookon fogjuk közölni, illetve a plakátokon, valamint a fiókokban tudnak erről tájékozódni. A tervezett időpontja ennek a roadshow-nak a március 2. fele, és így Zircen.